Különleges utazásra hívta az érdeklődőket az Edwin Malom fogadó és a Somló Marccal mente Bakonyalja Líder Egyesület közös programsorozata pénteken este. Puriszaka Golenya Ágnes a Táltosok barlangjától a Dél keresztjéig címmel tartott előadást egy olyan elméletről, amely kimaradt a történelemkönyvekből. Az előadó Ecuadorban Móricz János magyarságkutató nyomdokain haladva ismerte meg azt a föld alatti labirintus rendszert, ahol a 60-as években a kutató ősi, még ismeretlen civilizáció nyomaira bukkant. Móricz elmélete szerint a karanép rokonunk és ősünk, és melynek ősi jelenléte az egész amerikai kontinensen tény. A magyarságkutató állítása szerint a mi karatörzsünk legelső nyomai itt vannak. Élnek még olyanok, akik legalább morzsáiban beszélik azt az ősi nyelvet, amelynek nagy részét a mi magyar nyelvünk még ma is őriz. Van egy karanép, ez tényszerűen, ők itt tanítják, amerikai földrésznek a legősibb népe ez a karanép, akik egy elsüllyedt földrészről jöttek, mai élő legendáik vannak, ők ezt így tanítják. Ez a karanép, ez nagyon is jelen van itt a Kárpát vagy Karapát medencében, hiszen névadói voltak, az Ujgur Birodalom Karakota fővárosának névadói voltak, a görögök Kéreknek, Károknak nevezik őket, a védikus irodalomban karamajáknak, ebből eljutottunk oda, hogy a maják is mai napig, tehát ők ezt így vallják, hogy ők a karamaja vagy nagamaja népnek a utódai. Puriszaka Golenya Ágnes 6 éve kutatja a dél-amerikai civilizációt. Az általa készített interjúkat, információkat folyamatosan dolgozza fel. A pápai előadás ebből a szempontból különösen egyedülálló volt, hiszen az írónő éppen az előadás előtti napon kapta készhez azt a DVD-t, mely egyfajta összefoglalása a témának és a kutatásnak, amit aztán januártól sorban követnek a részletesebb, tematikus blokkok szintén DVD-n. Az összefoglaló film ősbemutatója Pápán volt múlt pénteken. A mozgás